A megyei első osztályban magabiztosan megszerzett bajnoki cím után a bennmaradás kiharcolását megcélozva vágott neki az MB3-nak a sényügyi futballcsapat. Sándor Tamás távozását követően a helyi vonal mellett döntve az Imrő László Fiumei Viktor edzőpárosnak szavazott bizalmat a klub vezetése. Az újonc jól kezdte a szezont, Marisik szorgalmasan gyűjtögették a pontokat, olyannyira, hogy a 8. fordulót követően az élre állt a sényű. A pozíciót 2 fordulón keresztül meg is őrizte a csapat, a hátralévő 5 fordulóban viszont már csak 2 döntetlenre futott a kapacinái erejéből. Az őszi 6. hely ettől függetlenül várakozáson felüli eredmény, ráadásul a Magyar Kupában decemberben több mint 2500-an láthatták a Ferencváros vendégjátékát az 1400 lelkes településen. Teljesen reális a 6. helyezésünk és a megszerzett 26 pontunk. Azt gondolom, még egy picit túl is teljesítettük pontban azt, amit magunk elég kitűztünk. Úgyhogy minden rendben volt az össz teljesítményünkkel, még ha a vége nem is sikerült olyan fényesen. A csapategységünk az rendkívül jó volt, és nagyon jól kezdtük a szezon, nem voltunk megijedve a magasabb osztály adta kihívásoktól, ezért szerintem annak tudható be, hogy az elején nagyon sok mérkőzést nyertünk, illetve sok olyan mérkőzést hoztunk le döntetlenre, amit esetleg nem mi voltunk az esélyesek. A téli szünetben nem lesz nagy mozgás a játékos keretben, persze az érkező és a távozó oldalon is vannak érintett futballisták. Van 3 új érkezőnk, a Lizák Bence Gyöngyösről, a Lakatos Bence Tarpáról, és ugye a Kapacina Valer pedig Mosonmagyaróvárról. A Marics Gábort elengedte a klub családi érdekekre hivatkozva, neki több kérője is van, még nem tudjuk, hol folytatja. A Habulcsák Krisztián ki elmegy Ibrányban, több játék lehetőséget fog kapni, ezáltal nyáron majd visszavárjuk, és a fiatal Takács Ádámot is szeretnénk kiadni megye egyben, hogy több játék lehetőséget jusson. Ugye ő még fiatal korához tekintettel nagyon sok játékperc kell, hogy legyen a lábában, hogy tudjon fejlődni. A sényű a Kelet-Magyarország Észman kupán elért 4. helyezéssel hangolt a tavaszi felkészülésre, ami egy csütörtökön kezdődött. Az érdemi munka hétfőn indul, a március 3-án Füzesgyarmaton esedékes bajnoki folytatásig 9 felkészülési meccset tervez a szakmai stáb.